Nagyon szép jó napot kívánok, elnézést, egy kicsit belekiabáltam a mikrofonba. Üdvözöljük Önöket a Nagy Dolgi Búzavirág Néptánc Egyesület műsorán. A Nagy Dolgi Búzavirág Néptánc Egyesületben jelenleg körülbelül 80 ember táncol. Ebben vannak óvisok is, iskolások is. És ma 4 műsorszámmal szeretnénk Önöket megövendeztetni. Elsőnek a fősi óvi műsora lesz. Bukovinai székely játékos táncokat fognak látni. Ez az első fellépésünk, úgyhogy nagyon nagy szurkolást kérlek szépen. A táncokat a gyerekek tudják szerintem, de azért is tapsolja végén jól fog esni. Tehát Bukovinai székely játékokat és táncokat láthatni. Thank you.
A felső óvi után most a nagyobb iskolások következnek. Itt is a munka elég szép számmal kezdődött, 20-an táncoltunk, de itt a lelkesedés nem tartott ki az újsoknál, ezért mai napon, ha jól emlékszem, 10-en fogunk táncolni. Álljunk be a táncba, gyertek! Berzencei ugróst és friss csárdást láthatnak. Fogadják sok szeretettel! Cifra, összetében van a szerető.
és most újra a legkisebbek, de egy másik csapat, ez most az alsó óvi következik. Annyi türelmet kérek most egy kis technikai szünet, hogy beállítsam őket, hogy kinek hova kell beállni, mert még ők sem voltak még soha színpadon, úgyhogy ez egy legalább egy percet igénybe vesz, de ígérem, hogy gyorsak leszünk. A táncról annyit elmondanék, hogy egy karácsonyi betlehemi éjszakán történteket elevenít föl. Ugye, hogy karácsonykor Betlehemben mi történt, azt mindenki tudja. Jézus születése, és az ő köszöntésére mennek a pásztorok, mennek az angyalok, a népek, és ezt fogjuk most egy kicsit táncos vonalon bemutatni. Most szólok, hogy a karácsony 4-es szám lesz a tánc, és akkor most egy percig gyorsan beállítjuk őket.